Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket! Önök az Ajka TV szerda esti híradóját látják. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Országgyűlés. Az MSP a nyolcas út fejlesztéséről kérdezett. Változik a vasúti menetrend. A karácsony családi díszei. Az azonnali kérdések keretében többek között a magyar szocialista párt képviselője a 8-as út fejlesztéséről érdeklődött az országgyűlés hétfői ülés napján. Pál Béla a 8-as főút Veszprém környéki bővítéséről és fejlesztéséről érdeklődött. Mint mondta, az előző kormányok által elfogadott ütemterv szerint már készen kellene lennie az újabb bővítéseknek, azonban az elmúlt években egy kapavágás nem történt. Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában elismerte. A nyolcas főút bővítése valóban kiemelt cél, annak fejlesztését az új szécsényi terv is tartalmazza, és a munkálatok előkészületei zajlanak, egyes területeken pedig 2015-ben kezdődnek. December 15-től változások lépnek életbe a vasúti menetrendben. Ebből adunk egy kis ízelítőt, hogy mit tartogat mindez Ajka és térségének lakói számára. Bővebben is olvashatnak a témáról az ajka.ma oldalon. Csak rossz emlék marad, hogy a 20-as vonalon nem közlekednek intercity vonatok, mert az új menetrendtől ismét lesznek. Budapestről 13.35-kor és 17.35-kor indulnak majd, hasonlóan a megszüntetésük előtti menetrendhez. Csak Kelenföldön, Székesfehérvárott és Veszprémben állnak meg, mielőtt elérik Ajkát. Ajkáról 6.23-kor és 16.17-kor indulnak majd, és naponta közlekedő vonatok lesznek az ic -k. Két további intercity is van a menetrendben, ezek azonban csak kijelölt napokon közlekednek majd. Az egyik kóper belétesít közvetlen összeköttetést. A gyors vonatok ütemes közlekedése megmarad. Aki Budapestről akar Ajkára utazni, annak csak annyit kell megjegyeznie, hogy az első vonat a déliből 6.30-kor indul, és innentől 20.30-ig két óránként közlekednek. Ezek a vonatok két óra két perc alatt érkeznek meg Ajkára, és egy perc múlva indulnak tovább szombathelyre. Tehát aki szombathely felé szeretne menni a gyorsokkal, az jegyezze meg, hogy 8.33-kor, és innentől kezdve két óránként van az indulás. Aki Ajkáról Budapestre akar menni, annak 7.26, és onnantól két óránként 19.26-ig indulnak a vonatjai. A karácsony díszeit mutatta be, és gyermekkora karácsonyi szokásairól mesélt Sipos Ottóné kedden délután a Városi Múzeumban. Az előadó felidézte szülőföldje a Káli Medence Zord teleit, amikor még villanyhelyett gyertyával és petróleumlámpával világítottak. A karácsonyvárás izgalmát és a békés karácsonyestéket, amelyek gyermekként mélyen megérintették és örök nyomot hagytak a szívében. Később az emlékeiből három unokájának mesekönyvet írt, és e könyvből, amelyet férje Sipos Ottó kötött be, fel is olvasott a hallgatóságnak. A Borsos Miklós teremben szépen megterített karácsonyi asztal és feldíszített karácsonyfa várta az érdeklődőket. Sipos Ottóni hangsúlyozta, mennyire fontosnak tartja a saját kezűleg készített díszeket, ajándékokat. Azt vallja, hogy ezeken keresztül továbbadhat valamit önmagából. Ezeket a lélekből született alkotásokat, mint mondta, megbecsülik a családtagjai, sőt, várják, és bármi másnál többre értékelik. Az ünnepfáró asztal mindenképpen olyan legyen, hogy ahogy megpillantja a család, akkor az, az, az asztal az úgy szóljon, beszéljen hozzánk, és pedig azon keresztül szól és beszél hozzánk, amely, amilyen tárgyakat én azon elhelyezek. Ott legyen mindenképpen, ami a gyermekkorra emlékeztet. Ott legyen a kő, amely a szülőföldemre emlékeztet, amely a gyermekkoromban tapostam. Ott legyen a, 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 a fény, legyen ott olyan tárgy, ami, ami valami nagyon kedves személy, Nek a, a, a kezemunkája, mint említettem is, hogy ugye ott volt a, a férjem nagypapájának a tajtékpipája, vagy ott volt a, amit a nagynénikém nekem készített szalmakosarat, ugye abba készítettem zöldák kompozíciót. Tehát mindig legyen valami olyan, nagyon fontos, hogy az alma ott legyen karácsonykor. És az a, az a lényeg, hogy amikor úgy megpillantják az asztalt a családtagok, akkor azért úgy, úgy, úgy felkiáltsanak, hogy anyu mama, már megint valamit, megint valamit csodát alkottál. 700 ezer lakásból eddig 320 ezer újult meg. A megmaradt 380 ezer lakás felújítását 2020-ig kívánja elérni a kormány. Ezért indítja el jövő februárban a Panel 3 programot, jelentette be német Lászlóné miniszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján. A program 500 milliárd forintba kerül, ismertette Horváth Attila Imre a tárca államtitkára. Ennek egyharmada lesz visszanemtérítendő támogatás, a kétharmad rész megosztásáról még folynak a tárgyalások, de önkormányzati támogatás és MFB hitel is szerepel a források között, tette hozzá az államtitkár. A Magyar Energia Hatékonysági Intézet Nonprofit Kft. szerint a családi házakra és a társasházakra is ki kellene terjeszteni a panelépületekre bejelentett lakásfelújítási programot. Az Energia Klub szintén azt javasolja, hogy az egyéb építőanyagokból épült épületek felújítására is legalább akkora hangsúlyt fektessen a kormány, mint a panelekre. Szakmailag nem állja meg te át a helyét Horváth Attila államtitkár kijelentése, miszerint a panelekben érhető el a legnagyobb megtakarítás. Jegyzik meg a közleményben. Az Energia Klub felveti, hogy ellentmondásosak az adatok az eddigi panelprogramok eredményével kapcsolatban is. A minisztérium közlése szerint az előző Panel 2 programban 320 ezer lakás korszerűsítése történt meg. Német Lászlóni fejlesztési miniszter két héttel ezelőtti bejelentése szerint az elmúlt három évben 215 ezer hazai lakásban történt energetikai korszerűsítés, idézi fel a szervezet. Ezzel szemben a minisztérium háttérintézménye az émi által készített hivatalos zárójelentés adatai szerint a PANEL 1 programban 46 ezer, a PANEL 2-ben 30 ezer lakást nyert állami támogatást, mutat rá az Energia Klub. Hatékonyabb uniós katasztrófa védelmet sürgetett Tabajdi Csaba, szocialista, Európa parlamenti képviselő Kedden Strasbourgban a polgári védelmi rendszerek felülvizsgálatáról rendezett vitában. Tabajdi erről szóló közleményében kijelentette: A kolontári tragédiához hasonló katasztrófák megelőzése közös ügy. A kolontári tragédia nyilvánvalóvá tette, hogy sem az Európai Szolidaritási Alap, sem a Humanitárius Alap nem képes ipari katasztrófák esetében gyors segítségnyújtásra, állapította meg a szocialista politikus, aki többek között az EP környezetvédelmi bizottságában is tag. A szomszédos országok segítségét leszámítva az Európai Unió csak bátorító szavakkal támogatta a magyar áldozatokat és családjaikat. Hangsúlyozta Tabaydi, aki szerint elkerülhetetlenné vált az európai szintű polgári védelmi együttműködés felülvizsgálata. Tanulnunk kell az ajkai vörösi szaptározó tragédiájából, amely Magyarország történetének talán legsúlyosabb ipari katasztrófája, vagy a nagybányai cián katasztrófából, hogy a jövőbeli baleseteket megelőzhessük hangsúlyozta a politikus, aki egyúttal kulcsfontosságúnak tartotta az uniós katasztrófavédelmi rendszer hiányosságainak orvoslását. A tagállamoknak a katasztrófa védelmi és elhárítási kapacitásaikat előzetesen közölniük kellene az Európai Bizottsággal, amely naprakész nyilvántartást vezetne ezekről, így egy katasztrófa esetén gyorsabban és összehangoltabban lehetne a bajba jutottakon segíteni. Érvelt a vitában a szocialista politikus. Mai híradónk végén megköszönöm figyelmüket. Friss híreinket az ajka.ma weboldalon olvashatják. Legközelebb péntek este jelentkezünk híradóval. A folytatásban még megtekinthetik időjárás jelentésünket. Viszontlátásra. Sütörtökön nagyobb valószínűséggel az északnyugati, északi és keleti tájakon maradhat napközben is, tartósan felhős az ég. Máshol még nagyobb esély van a napsütésre. A fagyos, többfelé párás, foltokban ködös hajnalt követően délutára mínusz egy és plusz öt fok közé melegszik a levegő. Pénteken tovább nő az erősen felhős, helyenként napközben is tartósan párás, ködös területek aránya. Kevesebb helyen süthet ki a nap mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul a csúcs hőmérséklet.